Nyáron a szabadtéri része már debütált az atlétikai centrumnak, rangos hazai versenyt rendeztek Nyíregyházán, akkor a szövetség képviselői elégedettek voltak, így 2022-ben is több viadalházigazdája lehet a megye székhely. Január 16-án nyílt fedett pályás versenyt rendeznek, csak úgy, mint január 23-án. Február 12-én és 13-án már az U18-as és az U20-as magyar bajnokság helyszíne lesz az atlétikai centrum, és az is eldőlt, hogy február 26-27-én itt rendezik a felnőtt fedett pályás magyar bajnokságot. Szabadtéri OB helyszíne volt már Nyíregyháza évekkel ezelőtt, az atlétikai centrum építésének pedig az egyik fő célja éppen az volt, hogy fedett pályán is megfelelő körülmények között dolgozhassanak a sportolók a serdülőknek, tehát az U16-os korosztálynak Budapesten rendezik a fedett országos bajnokságot. Viszont a felkészülési versenyek itt lesznek, tehát már a mi versenyzőink is indulnak a 16-ai meg a 23-ai versenyeken. És hát, ami még nagyon örömteli számunkra, hogy a a szomszédos országokból, tehát Szlovákiából már jelentkeztek versenyre jó néhányan, és neves atléták jó eredményekkel jönnek. Meg nem csak versenyre, hanem edzőtáborba is edzőtáboroznak nálunk és a, a, a különböző szakágak képviselői a magyar, Atlétikai, magyar atlétikában a válogatottak itt vannak, itt készülnek, ami egyrészt motiváló a mi versenyzőink számára is, meg természetesen az eredményesség szempontjából a magyar atlétikának is jó. Az atlétikai centrum nagy lökést adhat a sportágnak Nyíregyházán, érezhetően megnőtt az utánpótláskorú versenyzők száma, mivel ideális körülmények között tarthatnak edzéseket a szakemberek. Nem csak idehaza, hanem határon túról is van érdeklődés a helyszín iránt, így Angliából és Hollandiából is jelentkeztek csapatok, akik a Szabolcsi megyeszékhelyen szeretnének edzőtáborozni.